Akítani, nevezetesen, hogy ezek elzárással legyenek büntethetők, és bírósági titkár szabja ki ezt az elzárást, amihez egyébként törvénymódosítás, alkotmánymódosítás is szükséges. Hamarosan a tisztelt ház elé fogjuk terjeszteni, és kérem önt, hogy ön is támogassa, a frakciója is támogassa ezt a törvényjavaslatot, hiszen azt szeretnénk, hogy aki vet, az arasson. A tulajdon szentségét szeretnénk a törvények erejével is tiszteletbe tartani. Ami pedig a zárvíz idején történt lopásokat illeti, én úgy gondolom, illetőleg azt tapasztalom a helyszínen is járva, hogy a rendőrség föntartotta a rendet, jelentős erőket vetett be a tekintetbe, hogy a árvízzel sújtott területek és a kitelepített lakók vagyona biztonságban legyen, és még egyszer mondom, nem csak ebben a kérdésben, hanem az ország közbiztonsága érdekében is olyan intézkedéseket fogunk tenni, és már eddig is megtettünk, amik azt mutatják, hogy közrend, közbiztonság lesz Magyarországon. Köszönöm szépen! Köszönöm, államtitkár úr! Tisztelt Országgyűlés, Szabó Rebeka, az LMP képviselője. Kérdést kíván feltenni a vidékfejlesztési miniszternek. Mit fog tenni a vidékfejlesztési minisztérium a majd másfél évtizeden működő nemzeti biodiverzitás monitorozó rendszer és más sikeres természetvédelmi szakmai programok fenntartása érdekében címmel? A miniszter úr halaszthatatlan közfeladata ellátása miatt válaszadásra Ángyán József államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem képviselőasszonyt, elfogadja az államtitkár úr személyét? Igen, elfogadom. Önni a szó, Szabó Rebeka képviselőasszony. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Bizonyára tud róla, hogy a Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer uniós irányelvek és egyezmények támasztotta feltételek, valamint hazai jogszabályok előírásainak teljesítése érdekében jött létre több mint 10 éve, a természetvédelmi szakma széles körének bevonásával. Működése során számos élőlénycsoport rendszeres felmérését végzik el az egyes állat- és növénycsoportok specialistái. Az így megszerzett információ a létrejött hosszú távú adatsor elengedhetetlenül szükséges hazánk természeti tőkéjének felbecsüléséhez, a természeti értékeink állapotáról való naprakész tájékozódáshoz. Többek között e program működése során folyamatosan keletkező nagy mennyiségű pótolhatatlan adattömeg tárolása és kezelése érdekében jött létre a természetvédelmi információs rendszer is, amelyet a kutatói és területkezelői szakma örömmel és elismeréssel fogadott. És természetesen más fontos adatgyűjtési programok is folynak a Vidékfejlesztési Minisztérium természetvédelemért felelős részlegein, melyek nem nélkülözhetik a szerteágazó tudású és igen nagyszámú specialista segítségét az egyes munkafolyamatokban. Mindezek fényében aggasztónak találjuk Illés Zoltán államtitkár úrnak a napokban adott nyilatkozatait, melyek szerint a tárca egyáltalán nem ad a továbbiakban külső cégeknek megbízásokat. Meglátásunk szerint Illés Zoltán államtitkár úr elképzelése, miszerint olyan embereket vesznek majd fel a minisztériumba, akiknek nincs szükségük arra, hogy munkájukat külső szakértők segítsék, szakmai képtelenség. És ehhez elég, ha csak a biodiverzitás felmérésben résztvevő, egy adott élőlénycsoportról speciális tudással rendelkező kutatókra gondolunk. Megértjük, hogy az elmúlt időszak gyanúsnak tűnő szerződéseit felül akarják vizsgálni, de a külső szakértői megbízások teljes leállításával a hosszú távú adatgyűjtési rendszerek finanszírozása válik teljesen bizonytalanná. Kérdésem tehát az, hogy hogyan kívánja, miniszter úr, ezen programok finanszírozását stabilan megoldani, azt is figyelembe véve, hogy sok élőlény esetében pont a felmérési időszak közepén vagyunk, és gyors reagálás hiányában az adatsorok visszafordíthatatlanul megszakadhatnak. Tisztelettel várom a válaszát. Köszönöm, képviselőasszony. Megadom a szót Ángyán József államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony. Valószínűleg arról nem kell külön meggyőznöm képviselőasszonyt sem, és a képviselőcsoportját sem, hogy milyen mértékben elkötelezett vagyok a biodiverzitás megőrzése tekintetében. Az a program, amire mi itt a minisztériumban vállalkoztunk, az éppen valamiféle korszerűbb természetvédelem irányába mutat, amennyiben rá kell jöjjünk, hogy a természet értékei és így a biológiai sokféleség sem őrizhető meg úgy, hogyha szigetekre szorítjuk vissza a természetet, és egyébként a többi területen az történik, ami. Ennek megfelelően a természetben élő fajok diverzitása és az agrobiodiverzitás együttes kezelésére fogunk törekedni. Tehát nem leépíteni akarnánk a biodiverzitás monitorozó rendszert, ami adatokat szolgáltat éppen arról, hogy jó felé tartunk-e vagy sem, hanem éppenséggel erősíteni szeretnénk. Hagy mondjak ehhez néhány adalékot, hogy milyen módon kívánjuk erősíteni. Önmagában az,
hogy a biodiverzitási és génmegőrzési osztály, ami hol itt, hol ott kallódott eddig a természetvédelem területén, ez a stratégiai főosztályhoz fog kerülni, tehát stratégiai kérdésnek gondoljuk az egész vidékfejlesztés szempontjából a biológiai sokféleség megőrzését és a gén megőrzést. Ennek egyik eszköze lehet épp az a LIFE program, amelynek keretében egy Kárpát-medencei magbankot, közös magbankot fogunk létrehozni. Azt hiszem, képviselő asszony ezt nálam is jobban ismeri, hiszen a program kialakításában is tevőlegesen részt vett. Szeretnék egy-két adalékkal még szolgálni, hogy mi mindent tervezünk e tekintetben. Egyeztetést kezdeményeztem a Magyar Tudományos Akadémiával, hogy pontosan azokra a szellemi bázisokra tudjunk támaszkodni, amelyek lehetővé teszik ilyen programok megvalósítását. Így többek között a Vácrátóti Agrobotanikai Intézet potenciáljára is feltétlenül számítunk. Szakmai háttérintézetet tervezünk létrehozni, ami összefogja, stratégiai intézetet, ami összefogja ezeket a munkákat, hogy valóban megalapozott döntéseket tudjon a kormány hozni, és hát ha megengedi, az egy percben még egy-két ilyen elképzelésünket szeretném elmondani, amelyek azt gondolom bizonyíthatják, hogy a biodiverzitás megőrzését és annak monitorozását nagyon fontosnak gondoljuk. Köszönöm, államtitkár úr. Viszont válaszra megadom a szót képviselőasszonynak. Köszönöm szépen, államtitkár úr, megnyugtatóan hangzó válaszát, és én nagyon örülök annak, hogy a biodiverzitás megőrzése ilyen fontosnak gondolják, és stratégiai kérdésé válik a minisztériumban. Hadd hívjam fel azonban arra a figyelmét, hogy vannak olyan aktuális folyamatban lévő ügyek, amelyeknek egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy megszakadjanak, mert ezek a hosszú távú adatgyűjtések pont azért értékesek, mert 10-15 éve zajlanak, és egy év kiesése is nagyon súlyos következményekkel járhat. Illetve, hogyha lesz egy új természetvédelmi háttérintézmény, ennek nagyon fogunk örülni, de az sem képzelhető el külső szakértők nélkül, ugyanis gyakran ezek olyan kutatók, akik az év nagy részében alapkutatást folytatnak, és csak konkrétan erre a megbízásra, a külső szakértői megbízásra lehet alkalmazni. Nem fog tudni a minisztérium annyi kutatót és annyi szakértőt alkalmazni, ami elég lehet ezeknek a munkáknak az elvégzésére, úgyhogy ezért örülök annak, amiket mondott, de szeretném, hogyha erre a jelen pillanatban is odafigyelnének. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Államtitkárukat is viszont válasz illeti meg. Bizonyára egy újon induló kormány esetében sok lépés akár félre is érthető, és sok nyilatkozat is félre is érthető. Ennek következtében én szeretném itt leszögezni, hogy Illés Zoltán államtitkár úr az érintett szervezetek bevonásával erre a hétre egyeztetést kezdeményezett a tárgykörben. Gondolom erről hallottak, és nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy ezeket a problémákat, amelyek a konkrét lépéseket illetik, ezen az egyeztetésen meg fogjuk tudni beszélni. Biztosíthatom, hogy minden szükséges forrás, eszköz rendelkezésre fog állni a továbbiakban is a biodiverzitás monitorozó rendszer működtetéséhez. Ezt alapkérdésnek tartjuk, olyannyira, hogy az egész mezőgazdasági stratégiánkat egy ilyen alapra szeretnénk helyezni. Ez a többfunkciós mezőgazdaság épp arról szólna, hogy olyan gazdálkodási rendszereket alkalmazzunk, amelyekben minőségi terméket állítunk elő, de úgy tesszük, hogy fönntartjuk a környezet egyensúlyát, és munkát, megélhetést adunk a vidéki térségekben élőknek. Ennek egyik tartó pillére, amit a biodiverzitás monitorozó rendszer is érint. Innen kapunk adatokat, tehát ez semmiféle kárt nem szenvedhet, mert az alapstratégiánk szenvedne így kárt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, Simonka György, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a vidékfejlesztési miniszternek. Mit kíván tenni a kormány a pénteki viharkárosultak érdekében címmel? Miniszter úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Angyán József államtitkár urat jelölte ki, elfogadja a válaszadó személyét. Igen, Simonka György képviselő urat illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház, mint arról már bizonyára mindannyian értesültek, múlt hét pénteken Dombegyház, Batonya, Mezőhegyes, Makó térségében minden eddiginél nagyobb vihar és jégeső pusztított. Mezőhegyesről 10 embert szállítottak kórházba, közülük 5 embert életveszélyes sérülésekkel. Ahol a vihar átvonult, minden ablak betört, 100 éves fák dőltek ki, sok esetben lakóházakra. Sok épületnek a komplett tetőszerkezetét söpörte le a szél. Néhány gazdasági épületet romba is döntött. Mezőhegyesen értékes sportlovak pusztultak el. Az érintett településeken több mint 1000 lakóingatlan rongálódott meg. A délalföldi ország részben tradicionálisan gabona és zöldségtermesztő vidék.
Ez az ágazat több ezer ember megélhetését biztosítja közvetlen vagy közvetett módon. Ezekben a térségekben a mezőgazdasági területek nagyrészt elpusztultak. Számíthatnak-e a katasztrófa által sújtott területeken élő emberek a kormány segítségére? Számíthatnak-e azok a lakástulajdonosok, önkormányzatok, gazdák segítségre, akik nem rendelkeznek biztosítással, esetleg az uniós Viszmajor alapból? Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Ángyán József államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Amint a napirend előtti felszólalás kapcsán is volt alkalmam elmondani, minden tekintetben szolidáris a kormány azokkal a közösségekkel, akiket ez a súlyos katasztrófa ért. Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, mindannyian összeszorult szívvel figyeltük a híradásokat és azokat a képeket, amelyek mutatták a katasztrófa mértékét. Valóban a fölmérések is azt mutatják, hogy szinte 100%-os kárt szenvedtek a mezőgazdasági kultúrák, tehát az emberek létalapja szűnt meg ilyen tekintetben. A kormány ilyen helyzetben természetesen segíteni köteles azokat a közösségeket, amelyek ilyen nehéz helyzetbe kerültek. Milyen lehetőségeink vannak, és erről, ha megengedi, néhány szót mondanék. Az agrár kárenyhítési alap minden problémája ellenére, amilyen módon ezt létrehozták, egy 4-5 milliárd forintnyi keret mértékéig a törvény erejénél fogva is segítséget adhat. De miután ez egészen biztosan nem lesz elégséges a károk ismeretében, az árvizek, belvizek és most a jégverés következményeinek az elhárítására, ezért egy felülről nyitott kasszaként kívánja a kormány működtetni, és nyilván a költségvetés állapotától függően is, meg a Viszmajor alap állapotától függően is, de mindenképpen az a szándékunk, hogy emeljük ezt az összeget, hogy segítsünk a bajba jutott embereken és azokon a gazdákon, akik az idei jövedelmük teljes egészét elveszítették, miközben a költségeik nagy része már elköltésre került. Előre kívánjuk hozni az Európai Uniós kifizetéseket, a SAPS támogatásokat, tárgyalásokat kezdtünk az európai közösséggel, hogy milyen módon tudjuk megelőlegezni és előrehozni ezeket a kifizetéseket. Halasztott befizetést tervezünk. A júniusi 30-ai befizetést szeretnénk legalább szeptember 30-áig kitolni. Ezzel kapcsolatban egy előterjesztés jön hamarosan a törvényhozás elé, és a törvényt amilyen gyorsan lehet módosítani fogjuk, hogy ne kelljen most június 30-áig befizetni a megfelelő összeget, és ha megengedi, az egy percben, ami még majd rendelkezésemre áll, még néhány eszközt szeretnék elmondani, mivel szeretnénk segíteni a gazdákon. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Simonka képviselőt illeti a szó. Köszönöm szépen, államtitkár úr, ez egy picit már megnyugtató nekünk, és kérjük még azt, mi Délbékésben élők, hogy tegye meg a kormány mindent annak érdekében, hogy az ott élő emberek, önkormányzatok és mezőgazdasági ágazatok mi hamarabb talpra állhassanak. A térség jövője függ ugyanis ettől, attól, hogy gyors intézkedés lesz-e. Kérem, hogy támogassák azokat a gazdákat és áruházlánci beszállítókat is, akik nem tudnak eleget tenni szállítási kötelezettségüknek, ezért még jókora kötbérre is számíthatnak a multinacionális cégek jóvoltából. Ezek a gazdák és vállalkozások már egyébként is nagyrészt hitelből éltek, és egy kötbért már biztosan nem fognak tudni kifizetni. Kérem a kormányt, védje meg azokat a gazdákat és vállalkozókat, akik a munkahelyek nagy részét biztosítják a térségünkben. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Viszont válasz illeti meg az államtitkár úrat is. Köszönöm szépen, képviselő úr, hogy szóba hozta ezeket a szerződéseket, amelyek nem teljesíthetők nyilván, mert Viszmajor helyzet van. Ezért nyomatékosan szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nincs jogalapja annak, hogy ezeken a gazdákon követeljék, miután Viszmajor helyzet van, a szállítást, azok a multinacionális érdekeltségek, amelyekről képviselő úr is beszélt. Ehhez az kell, hogy a kárt bejelentsük, dokumentáljuk a károkat, és ezt követően befizessük a kárenyhítési alapba azt az összeget, amelyet egyébként az agrárkárenyhítés érdekében a gazdának magának is be kell fizetnie. Még néhány dolgot, amivel segíteni tudunk, vagy remélem, hogy segíteni tudunk, és nem csak az agrárkörön. Az EU szolidaritási alapja az sajnos agrárkárokat közvetlenül nem tesz lehetővé finanszírozni, vagy kárenyhítést alkalmazni, de egyéb károk esetében igen. Egy korlátja van ennek. A nemzeti jövedelem 0,6%-át el kell érje a kár mértéke országosan, hogy az Európai Unióhoz pályázhassunk. Ennek ellenére megtette a külügyminisztérium ezt az előterjesztését, és kértük az Európai Szolidaritási Alapot.